Középpályás édesapja kedvenc csapatában. Humanitárius segélyszervezet tagja. Karizmatikus vallási mozgalmár. A Magyar Honvédség századosa. Katonai diplomata Afrikában. Áldás békesség Orbán Gáspár. Igen, a miniszterelnök fiáról Orbán Gáspárról van szó, akiről a Direkt 36 és a Le Monde közös oknyomozása derítette ki a napokban, hogy egy katonai misszió elindításában vesz részt az afrikai Csádban. Forrásaink szerint Orbán százados szerepe inkább szimbolikus lehet, lévén a csádi tárgyaló partnerek jó néven vetik azt, hogy a magyar miniszterelnök a saját fiát küldi a misszióba. Ami különösen érdekesé teszi a sztorit, hogy Orbán fia került a nyilvánosságot, megpróbált elrejtőzni a kamerák fényképezőgépek elől. De miért ennyire fontos a magyar kormánynak a csádi misszió? Miért küldünk 200 katonát oda? Tényleg a migrációt akarjuk ezzel megállítani, vagy inkább a franciák jó indulatát kiváltani, vagy valamilyen egyéb bizniszre hajtunk? Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk az e-heti péntek reggelben, iratkozz fel, ha mi nem tetted volna meg, és akkor küldünk egy hírlevet, egy podcast beszélgetést, amelyben alaposan körbejárjuk ezt a témát. Nézd, olvasd, hallgass! Minden péntek reggel.